Hát jó kívánok mindenkinek, folytatódik a szellemkép sorozat. pedig a mai adásban egy különösen ikonikus, valamilyen módon, sőt nem csak valamilyen módon, paranormális vonatkozású filmet látunk majd. Előtte azonban hadd mondjam el, hogy ez az adás lesz ebben az évadban a 30 Tehát 30 filmet elemeztünk itt. Az elmúlt majd egy évbe, bő háromnegyed évbe, és be is mutatkoznék annak, akivel még nem találkoztam volna. Paulini Tamás vagyok, író, parakutató, szintézis szabad egyetem vezetője, immáron több mint negyed évszázada és ennek a sorozatnak az a célja, hogy olyan filmeket, vitassunk meg lehetséges spirituális és parapszichológiai vonatkozásban, amelyeknek van ilyen tartalma. No, hát ez egy elég nagy merítés, ahogy az első 30 részből meg kiderülhetett, tehát nem csak túlvilággal, médiumitással, parapszichológiával és a többi és a többi foglalkozó filmeket láttunk, hanem bizony beleférte ebben a science fictionnek is egy-két olyan alkotása, a térről, időről, tudatról másképp gondolhatunk, gondolkodhatunk. És hát azt gondolom, hogy ha valaki kísérte, figyelem meg kísérte ezt a sorozatot, tudja, hogy mennyire sokszínű. Mint eddig is a tizedik résznél, illetve a huszadik résznél, most a mai harmincadik résznél is egy összegzést tartunk, majd nem most konkrétan, hanem jövő héten az elmúlt tíz rész adását taglalhatjuk, tehát hogyha valaki mondjuk nem tett fel kérdéseket korábban, vagy utólag nézte meg, hiszen ezek visszanézhetők, jövő héten szerdán erre lehetősége lesz, tehát jövő hét szerdán este egy összegzéssel folytatjuk. No, hát térjünk rá akkor a mai filmre. Én azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük ikonikusnak, emblematikusnak ezt a filmet, ami nem más, mint a Stanley Kubrick által rendezett Shining, vagy magyar fordításban ragyogás. Hát maga a, a könyv is egy, egy nagy sikert aratott könyv Stephen King-től, ugyanezzel a címmel, tehát Shining, és vagy magyarul ragyogás, de hát tudni kell, hogy Stanley Kubrick egy, egy igen elismert világhírű rendező, aki a 60-as évektől kezdve többek közt olyan filmeket készített el, mint a 2001 űrodüsse, a vagy akár a mechanikus narancs, vagy folytathatnám hosszan. Ez a film egy érdekes vállalkozás volt részéről, ugyanúgy, mint ahogy ennek a sorozatnak is egy izgalmas, bizonyos szinten egyedülálló része, ugyanis mi faját tekintve leginkább thrillernek nevezhetnénk, szó se róla meglehetősen borzongató film. Hát, hogyha már itt Kubrickot így dicsértem, meg nyilván Stephen King neve is sokaknak ismerős, még egy nevet mellé raknék a főszereplőit, Jack Nicholson. Úgyhogy ez már ahhoz elég lehet, hogy ez ne legyen nagyon rossz, és tényleg nem nagyon rossz. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezt a 70-es évek legvégén forgatták le. Tehát a thrillernek olyan a mód, mint ahogy azzal manapság lépten nyomon mindenféle fajta jellegű alkotásot találkozhatunk, nem nagyon volt még kialakult műfaja. A másik az, hogy ez egy pszichothriller, vagy ha úgy tetszik, parapszichothriller, vagyis egyesít olyan dolgokat, amik ebbe a szellemkép sorozatban, én azt gondolom, bőven bele kell férjenek, és, és bőven bele is fér, úgyhogy ez a film lesz a mai beszélgetésnek, méltatásnak és elemzésnek a tárgya. Mielőtt azonban belevágnék a film történetébe, hogy azután majd kidomborítsam azokat a részleteket, amin a tudományos parapszichológia és fogás talál, mondanám nektek, hogy fél időtől, tehát nagyjából 8 órától, mint ahogy ez szokott lenni, interaktívba váltunk, tehát ez most egy élő adás, most ma szerda este, január 25-én, bár visszanézhető, viszont a második felében nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel válaszolok bármifajta olyan kérdésre, ami ezen a filmen keresztül mondjuk a parapszichológiához, vagy a spiritualitáshoz kapcsolódik, és ahogy ezt szoktam is hangsúlyozni, nem csak kérdéseket várok, hanem hozzászólásokat, megvitatható gondolatokat, véleményeket is. No hát nézzük ezt a híres filmet, ezt a 43 éves filmet, amiről még egy újabb érdekesség jut eszembe rögtön az elején. 20, bocsánat, 43, 43 év telt el, és csak tavaly készítették el a magyar szinkronját. Még például HBO, és nem is nagyon lehet letölteni, meg megnézni más módon. Tehát abban is, abban is egy ilyen klasszikusnak számít, hogy ez bizony aláírásos magyar nézők számára. Na, miről szól a film? Hát kezdjük az első képpel, egy idilli képpel, valahol Kolorádóban, hegy tetején van egy nagyon szép régi-régi hotel, valamikor a 900-as évek elején épült, és az az ő neve, hogy Overlook, vagyis magyar fordításban szép kilátás hotel, panoráma hotel, nem adja vissza egyik fordítása a címet, de hát ugye a magyar fordításban ezt így láthatjuk, ami arról híres, hogy egy igen látogatott és, és, és módos, jómodú hotel, viszont miután olyan zónában van, nénszakamerika Amerika legteteje felé, ahol télen bizony, ahol több méteres bír lenni, hát ez valamikor így az ősz elején bezár, mondjuk októberben, ha jól emlékszem, és májusban nyit újra, nem másért, mert mindeközben megközelíthetetlen. Na most azért egy hotelnek valahogy ugye attól független, hogy kvázi fél évig nem lakja senki, vannak elemi szükségletei, tehát bizonyos részeket fűteni kell, hogy ne fagyjon szét, tehát kell hozzá gondnok. Na most a mi gondnokunk nem más lesz ebben a filmben, és akkor már kérem a következő képet, a kettes képet, nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokaknak ismerős, arra lennék kíváncsi, hogy kinek nem ismerős, Jack Nicholson, aki ugye a képen az apát játsza, Jack Torrance szerepében, és mellette balról a kedves felesége, Wendy, illetve középen közös gyermekünk, Denny látható, éppen robognak ugye gondolkoskodni, megpályázta ezt az állást Jack nicholson a jó legyen Jack Torrance, filmben és is ez a szerepben a neve, és neki ítélték. Látszólag ez egy idillian induló történet. Jack, egyébként maradjunk ennyiben, hogy Jack, írót alakít ebbe a filmben, aki hát bajmolódik a jellemével, meg a szenvedélyeivel, alkoholista beütéseivel és, és egyéb gyenge tébolyaival, de ez számára legalábbis így képzel, egy újjászületés lesz, öt hónapon keresztül, majd őt írja a könyvét, már öt hónapja nem iszik, amikor elindulnak, hát meglátjuk, mi lesz ebből minden, csak nem egy szolid idill. Na hát köszönöm szépen ezt a képet, és most megint engem kaptok cserébe. Mondanám, hogy azért itt már vannak ilyen sugdosások. Mi is. Az, hogy ezen a bizonyos állásinterjún korrektül elárulták a hotel tulajdonosai, amikor végül is Jacket választották ki gondoknak, hogy hát azért van egy ilyen árnyék a hotel felett, ugyanis történt itt hát egy-két elég borzasztó dolog, például az egyik gonnok megőrült és lemészárolta a feleségét és a két kislányát, tehát ez nem hangzik jól, de hát ugye mégis csak egy jó állás, mert hát régen volt, tudom én mit kezdünk vele, és amit még tudni kell, hogy a Deni, a kisrác, akit az előbb láthatunk középen a képen, furcsa képességekkel bír, furcsa hóbortjai vannak, ilyen kis rögeszmés dolgai. Él ő szerint a szájában egy Tony nevű kis láthatatlan figura, aki ilyen furcsa hangon kommentálja a dolgokat, és Tony nem örül, a hang nem örül ennek az utazásnak, idegenkedik az egész, de egyen nem hajlandó elárulni, hogy miért. Na hát, megérkeznek, és Nyüzsög a hotel. Zárás utolsó nap a hotelben a nagy közönség számára. Vendégek távoznak, takarítás megy, zárnak, mindent készítenek elő a téli szezonra, magányos, üres, sivár szezonra. És történik egy furcsa találkozás, és most kérem a hármas képet, tulajdonképpen a négy főszereplők közül immáron megismerjük a negyediket is, egy néger úriember formájában, érzékeny lelkületűeknek mondhatom úgyis, hogy afroamerikai vagy fekete, szerintem pontosan ugyanazt jelenti. Őt Hellorennek hívják, Mr. Hellorennek, és amellett, hogy egy ilyen, ilyen kellemes, tényleg ilyen rémusz bácsi-szerű alkat, van egy, egy különös képessége mégpedig az, hogy úgy belelát az emberekbe, meg dolgokat megérez. No, hát itt már sejtetjük, hogy egy húron pendül a kis ráccal együtt is látjuk őket, tehát Mr. Halloran és a kis Danny éppen beszélgetnek, és az öreg így magyaráz, hogy hát érzi ő, hogy itt van valami különös képesség, és úgy egymás szavait találják ki. Tehát világos, hogy működik egy gondolat átvitel, egy maradjunk ennyiben. És hát mondja Helloren, hogy ezt úgy hívják, hogy vannak ilyen emberek, akik ragyognak, ezt a képességet, hogy ragyogás, shining. Hát nem tudom, hogy magyarul legszerencsésebb kifejezése, vagy ez a ragyogás az ilyen képességekre, sugárzás, ez meg talán jobban hangzana, vagy érzékenység. És, és lényeg a lényeg, hogy kis ezt mondja, hogy neki a Tony, emlékszünk, szájában lakó titokzatos hang megtiltotta, hogy erről beszéljen, de hát a öreg úr elmondja, hogy hát azért nem ártan tárgyalgatnak. Egyrészt ugye vannak olyan emberek, akik képesek belelátni a múltba, a jövőbe, látnak olyan dolgokat, amik láthatatlanak a szemnek, és Deni pedig megkérdezi hirtelen kisfiú, hogy Hát mi történt a 237-es szobában? Na, Elorén erre azt mondja, hogy kérem szépen semmi, de szigorúan megtiltja a hogy oda menjen. Jó, köszönöm szépen a képet, kiűrül a hotel, kiűrül a hotel, maradt három szereplőnk, ugye akiket a másik képen látunk, tételesen Jack, az író, aki itt szeretne kiteljesedni, kedves felesége Wendy, és az előbb is részletesen ismertetve, ismertetve bemutatott Danny. Csak hogy a Danny-nek már most furcsa látomásai vannak. Bringázik a kis triciklién a folyosókon, egy óriási nagy hotelt képzelni. Tehát baromi izgalmas, én el is képzeltem, hogy milyen jó lenne gondolkoskodni itt öt hónapon keresztül, jó, ha majd a folytatást megismerjük, lehet, hogy visszamondanám mégiscsak csak a megbizatást. Lényeg a lényeg, hogy egy kis rász bizik a folyosókon, szőnyeg, blí, 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 és hirtelen megjelenik, most kérem a négyes képet, ez is egy olyan kép, ami egyébként újra meg újra felbukkan, horror horrorparódiákban, Facebookon itt ön, két kislány fogják egymás kezét, így a folyosó végén, és és integetnek, hogy gyere játszani, gyere az örökké valóságig, örökké, örökké, gyere az örökké valóságig, és a kisrác néz, 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 és látja, hogy ez a borzalmas dolog, kis eltűnnek, tehát világos, egy látomás, valami szellemkép, vagy kísértem. És az újabb visszatérő látomás a fiúnak, hogy a liftajtókból árad a vér, de ilyen, ilyen, ilyen tudom én hány köbméter per szekundum sebességgel, és önt el a folyosót, tehát hogy borzalom kezd körvonalazódni. Hát egy hónap múlva már úgy, 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 úgy ez a helyzet kezd megváltozni, a kezdeti helyzet, a kvázi idilli helyzet, megáll a 237-es szoba előtt a Deni, nagy bátran megfogja a kilincset, ami nem nyílik, megint jönnek a kislányok, az előző gonnok gyerekei, tehát őket ölte meg, sőt, látja őket halva is darabokban, mint hogy a papa ugye feltrancsírozta szerencsétleneket. Köszönöm szépen a képet, most megint bennem gyönyörködhettek, Vendi, aki egyébként egy, egy izgalmas figura, ez a hölgy, egy olyan, olyan kis ijedős, egérarcú, 70-es évekbeli hippi ideál, nagyon jól alakítja a szerepet, erre majd még visszatérek, hogy többek közt miért is, úgy kezd gyanakodni egyrészt, ugye a hogy a Denire, hogy ő is titokzatos, meg újra, meg újra megszólal ez a Tony belőle, és mintha Jack kezdene egész másképp viselkedni. Eleve nem százas, ami Jack Nicholsonunk, hát tudjuk azt, hogy azt a szerepe is tükrözik. Sármosan, bunkó, agresszív, cinikus, mindenféle olyan ördögi figura, itt eltalálta azt, hogy mi való neki. Szerepként, és, és valahogy kezdenek félni tőle, és Danny meg is kérdezi, hogy ugye nem fogja őt meg anyát bántani. És akkor, hogy látszik, hogy a Jack nicholson a feje úgy, 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 úgy mászik a téboly felé, de megígér, hogy nem, nem, nem. No. Újra a 237-es szoba, és még mindig képtelenek vagyunk, majd megyünk tovább később. Danny megtalálja, és azt hiszi, hogy az anyja van benne, mert a hangokat hall, és bemegy. De hát az anyja éppen a pincében van, ahol valami bűdületes hangok hallatszanak, és éppen rábukkan kedves férjére, a, a bukott íróra, aki ilyen állapotból ébred, és azt mondja, hogy fél, hogy megőrült, és hogy szörnyű álma volt, hogy ő megölte a, a Denit, és a, a, Vendit, a feleséget, és a gyereket, és ez, ez, ez szörnyű. És közben előkerül a mi kis Denink, lila foltok a nyakán, ezt honnan szerezte, kitör a botrány, kibántotta anyu, vagy apu, vagy egyebek, nem, nem, nem. Puff, ez a kérdés egyre lezáródik. És most jöhet az ötös kép, egy újabb dimenziója. Ennek a rejtélyes szállodának, a szép kilátás hotelnek, ugyanis ebben a zavart állapotban, ami Jackünk sétálgat a folyosokon, benyit a halba, ami egy hatalmas bálterem és bár egyetembe, tele van ott emberekkel, meg mozgások, és oda megy a, a, pulthoz, és ott áll egy, egy nem tudom, a jó Istennek hívják az ilyeneket, tehát ilyen pincérszerű maradjunk ennyiben, biztosan szakszerű neve, ami teljes képtelenség, ugye, kihalt és, és téli rezervált volt és kért tőle egy viszkit. Aztán még egyet, és még egyet. És beszélget ezzel a Lloydal így hívják ezt a pincét, igen, pincér és kész, Elkezd neki magyarázkodni, hogy ő nem bántotta a fiát, vagyis igen régen egyszer felemelte és eltört a gyerek keze, nyilván nem volt teljesen józan apu. És erre megjön a, a, a vendi. elmúlik ez a kép. Tehát ezt nem tudjuk írtan hova tenni, hogy ez kinek a látomása, milyen szinten valóság, Most ki van itt a ragyogók között mert úgy tűnik, hogy nem csak a kisfiú a Dani, illetve a afro-amerikai úriember, hanem itt hogy nagyon komplet téboly van, ráadásul ez a 20-as évekre haj az ez az egész hangulat, beleértve a pincérrel, valahol otthonosan is érzi magát benne, amit jackünk, valahol meg képtelenség. Na, lényeg a lényeg, hogy durvula a buli, kifejezetten durvul a buli, tulajdonképpen jöhet a hatos kép, a film történetén túl érdemesebb inkább arról beszélni, hogy ezek parapsziológiai egyáltalán hogyan vonatkoztathatók. Hatos képen látjuk ugye anyut, és a kisrácot, és, és, és tűnődést azon, hogy apu úgy tűnik, hogy kezd megőrülni, még pedig nem is kicsit. Valami baj van, valami komoly baj van. A srácnak, kisrácnak egyre több rémisztő látomása van, ami Jackünk kezd teljesen agresszív és tébolyú módon viselkedni, és miközben egy lamentál anyu azon, hogy hogyan tovább. Nagyon jó, ilyen félős, ijedős szerepet kapott, tényleg rá van méretezve. Zajlik az élet, ugyanis 237-esbe bemegy Jack, az író. És látja döbbenten, női hangokat hall, hogy a fürdök átból kiszáll egy anyaszült mesztelen, egyébként csinos hölgy, és elindul felé, és összeülelkeznek, és megcsókolja, és átfogja. Sirtelen rájön, hogy egy halott öregasszonyt fogdos hullafoltokkal, akiből előttől egy démoni boszorkányos kacaj, magyarul itt már aztán kapunk rendesen az ijeszgetésből, és hát ez purizik kifelé, és haja a kacagást, és zárja be az újabb tébújú látomását. Na hozzáteszem, hogy 70-es évek végén, 80-ban mutatták be a filmet, 78-79-en forgatták, tehát ez rég volt. Tulajdonképpen például a zenei világában, ebben az isz zenében nagyon sok áthallás van, akár Hitchcock-féle filmeket tekintve, mint Madaraknak van ilyen, ilyen zenei aláfestése, meg a iszonyatnak, de igazából Polanszki rendezte, de mindegy, a pszichónak. Tehát ebben a filmben rendesen kapunk ijesztetés, de mégsem erről híres ez a film, tehát nem egy szimpla thriller, hanem nem akármilyen, és ráadásul ikonikus, és tényleg első között volt. Na! Haladjunk tovább. Deni újra látja azt, hogy, hogy folyik a, a vér a falakról, és fürdőszoba ajtón újra meg újra azt látja kínva, hogy Red Ram, tehát Red Room. Nincs semmi jelentősége, így tudtam a angolul, hát vörös rum lehetne, de nem az. És ez így többször visszatér a filmbe, mire úgy nagyjából értelmet nyer, és olyan lelem van, Jack. Ismét italt kért lojtól, Köszöntik. Áll a bál, húszas évekbeli vendégek nyűzsögnek. És jön egy pincér, a leönti valami avokádós koktéllel. Én még nem hallottam ilyet, de tehát itt azt mondják, hogy van. És betesik el a mosdóba Jacket a pincér, hogy tisztítsák le a kabátját. Szoba eredetnek, és kiderül, hogy Gredinek hívják. És így a Jack így elkezd tűnődni. Ő volt az előző gyilkos gondnok, aki a kislányait felapította anyukájukkal egyetemben, és aztán öngyilkos lett a leírások szerint. Hát ez azt jelenti, hogy itt már valami nagyon komoly ilyen téridő megvalóság zavarai vannak, ami Jackünknek kihátrá ebből a bárból, van egy rádió, amivel kapcsolatot tartok, amit hány tucat kilométerrel lévő legközelebbi városa, mindent belepett a hó. totálisan sokméteres hó. És hogy hívják őket rádió, oda megy a rádióhoz, és szétszedi. Hát ugye miért ne? Hát szét kell szednie. Tehát nem lehet őket elérni. Ők se tudnak immáron semmiféle üzeneteket adni. És a lényeg az, hogy a mi fekete emberünk, a konyhafőnök, a Mr. Halloran messze-messze Miami-ban szegényként elment nyaralni, elkezdi rosszul érezni magát, és fészkelődik, és keresi a, a, az okát, és világosan érzi, és tessék, megint van a távérzékelés is, vagy megérzés, vagy telepátia, hogy nagy a baj, nagy a baj hívogatja a központot, hogy kapcsolják a hotel, tehát nem lehet, semmit nem lehet. Fogja magát nagy eltökéltséggel, elindul repülővel fel Észak-Amerika dél legdélebbi államából, puty fel a tetejére, és előre mondom, egy hójárót szerez, egy ilyen -e az a lehet megkezdeni hotel, zúg fölfelé. Na, nagy a baj, igen, nagy a baj, teljesen meg van örülve a mi Jackünk, és amikor megy le hozzá a vendég, hogy megnézze, hogy mi az Isten tér, kiderül, hogy egy ilyen 500-as papírcsomag A4-es, tele van géppelve, ugyanaz, csak munka, semmi móka, csak munka, semmi móka, Jack unatkozik. Lemegy a nő, rájjezt, megtalálja, hogy mit csinál szét a Jack, és nő elpucol, elkergetik, közelebbi, legközelebbi látogatásra egy baseball érkezik, nyilván a hotelekben ez egy nélkülözhetetlen szórakozási eszköz, és hát összekapnak a folyosón, látszik, hogy meg akarja ölni a nőt a teljesen megőrült Jackünk, aki viszont egész ügyesen fejbeveri, elalél, levonszolja, bezárja egy ilyen spájszerű, nagy, ilyen ipari méretű spájszba, lelakatolja, és szalad fel a gyerekhez, hogy pucalás el innen, de gyorsan, menekülés. Na, de megjelenik ugye a Gredi, az előző gyilkos, és sugdos, hogy szigorúan kell bánni, a legnagyobb szigort kell alkalmazni. Ez mit jelent? Meg kell ölni a gyerekét, neki is, mert az úgy jó, meg a feleségét, mert így kerek az élet. Na, a lényeg, a lényeg, hogy valahogy kijön onnan, valami szellemi úton, a poltergezt módján kinyitják, amit tudom, én reteszek a és egyébként mondom nektek, mindeközben nyugodtan írjátok a kérdéseket, mert 8-10 percen belül rátérünk, vagy a hozzászólásokat. Tehát a lényeg az, hogy megérkezik egy jó nagy ilyen tűzoltó fejszével, keresgélni a családot a mi Jackünk, és most jönnek a leghorrorisztikusabb részek, tényleg rémálomban van, és most kérem a hetes képet, amit szerintem a legtöbb ember, aki ismeri a filmet, és említik neki, első képként ez, ezt a képet idézi fel magába, hát itt Jack Nicholson, tényleg jól áll neki ez a sátáni vigyor, és a tehetségesen ijedős felesége látható, Jack Nicholson szépen apránként halad be a zárt ajtókon, a fejszével, hát ugye kenyű fejszével haladni, és hát menekülnek, 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 a kisrácot anyja kitolja az ablakon, a fürdőszoba ablakon, és próbál utána azt, hogy nem fér ki, hogy fusson, amerre lát, és kisház leszánkázik a több méteres havon, és hozzáteszem, erről még eddig nem volt szó, van egy hatalmas sövény labirintus több méter magas sövényfalakkal a kertben, természetesen most csupa hó, és olyan kis oda pucol be. Illetve előtte még elbújik egy, egy ilyen konyhai szekrénybe, de ez most mellékes, hogy is ott köt ki. No, mit is rakjunk? Be, ne rakjunk még be semmit, ez az utolsó kép lesz, ami következik, és nekem pedig éppen ideje, hogy készüljek a kérdéseitekre, meg a hozzászólásaitokra. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy szerencsétlen Helloren, Mr. Helloren megérkezik a hójáróval, a terepjáróval, bemegy keresni, hogy mi van, van itt valaki, van itt valaki, hát van, Jack előugrik, és kerekemmel bevágja a baltával, és itt a vége a négyes szakács szereplésének. Ez egy elég szokatlan dolog, tehát egy pozitív szereplőt, ilyen fuk. Nagyon vágni egy baltával, aztán ennyi volt. Tehát hogy érdekes a filmnek a dramaturgiája, szósa róla. Nagyon sokat változtatott Kubrick egyébként a, a Stephen King-féle könyvnek a szerkezetén. Vendi sikeresen elhagyja az épületet, kényszeredkának a hóba, és a gyerek pedig bújkál a labirintusba, Jack Nicholson pedig rohan utána a baltával, hogy itt van apu, Hát egy kész téboly, nyilván nem túl kívánatos személyi őse a feleségnek sem a gyerek számára. Úgyhogy eltoporognak, szaladgálnak ott ebben a sövény labirintusban, kisászvég is nagy ügyesen megmenekül, látni a lábnyomait, hogy merre fut, de aztán visszatáncol a lábnyomaiba, és elbújik egy sövény mögé. Jack Nicholson, meg föl-alá keresi, zúzmarás, sántít, véres a fej, meg a vendi fejbe csapta egyebek, miközben anyuk kirohan hozzá a kis Deni, beugranak a hókotróba, vagy mi az Isten szójáróba, és elindulnak a szabadság felé. Majdnem a zárókép következik, a nyolcas részemről a zárókép, de a filmnek nem ez a záróképe, elmenekültek, Csend van, és béke, és tél van, és hó, és hideg, és halál, mondaná Vörös Marti. Hát itt már nem rendetlenkedik Jack Nicholson, mert szépen meg van fagyva, ott a sövény mellett, és azt hinnénk, hogy ez a vége a filmnek. A van is vége, meg nincs is, de nem ez az. Tehát végig is meghalt. A anya és a gyerek elhókotrózták magukat, és a történet, a legrosszabb forgatókönyv, amit most nem teljesült be, az új tébolyult gondok, nem tudta lemészárolni a családját. Jó, ott volt neki, szegény négyes szakács. Az árókép viszont egy, egy olyan kérdést hagy hátra, ami 43 év óta is töprenkenek a film ismerő, sőt, van is ilyen csoport, hogy mi az Isten az az utolsó zárókép a, a Shining-ban. Köszönöm szépen a képet és mondom, hogy a filmnek mi a záróképe, ami nem ez, valójában kamera rá, közelít lassan folyosó végén egy ilyen fotókból kirakott hatalmas tacepaóra, óra, régi, régi, nagyon régi fotók vannak rajta a működés kezdete utáni korszakról, 20-as évekből, és hogy közelít, 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 látszik egy hatalmas csoportképen, Jack Nicholson ott van a 20-as években lefényképezve az ő arcvonásai kétségtelenül, és alatt a szöveg, hogy 2021. július 4-e. Szép kilátás hotel, vagy Gatluk hotel, bál. Hát eddig tart a film. Na most én rámennék arra, hogy miért is vontam be ezt a filmet ebbe a sorozatba. És most már tényleg várom a kérdéseiteket, rajongva és jajongva. Hozzáteszem, hogy furcsa szinkronicitás ez a, a mai téma, ezzel a misztikus tébollyal, a megszállottsággal, halucinációkkal egyedül. Közel egy hete küzdök egy olyan típusú kis léguti fertőzéssel, most már valószínűleg múlófélben lesz, még az egyik legkegyetlenebb tulajdonsága, hogy éjszaka nem hagyja az embert aludni. Nagyjából a nettó alvásaim, <kül> olyan két-három órára becsülhetők, mert pedig ha engem valamilyen ki lehet kergetni a világból, aztán nem hagynak aludni. Miért mondom el ezt? Mert érdekes módon van egy ilyen sámáni szertartás és a, a böjtölés és a, a magány mellett a virrasztás, a napokon keresztül való virrasztás, áttetszővé válik a világ, és összemosódik a, a valóság időnként így az álommal. Úgyhogy jókorra jött ki ez a film nálam, tehát, hogyha nem kérdeztek, bizony, én akkor elmegyek lefekszem aludni, viszont sokkal jobban örülnék neki, hogyha írnátok a kérdéseket és a hozzászólásokat. Azért úgy látom itt a létszám és nem vagyok egyedül. Tehát, épp ez a kérdésem a filmben, hogy meddig tart a valóság? Hol kezdődik a téma? Hogy hozzáteszem, hogy amellett, hogy van egy ilyen parafenomén, extraszenz kisrácunk, van vagy volt egy néger bácsink, aki szintén ilyen képességekkel bír, aztán itt van a mi Jack Nicholsonunk, vagy Jack Torrenceunk, ahogy tetszik. Hát látszik, hogy ő is így átnyúlkált korokon, meg dimenziókon, meg valóságokon. Bár ez övé a legtébolyszerűbb, végül Vendi az abszolút pusztán áldozatszerepben tündöklő hölgyemény a feleség, az utolsó jelentekben szintén belelát a régmúltba. Csontvázak ülnek az asztalnál, szellemalakok bukkannak fel a folyosón. Tehát a kérdés az, hogy meddig, honnan halucináció valami, vagy, vagy milyen látomás. Egyáltalán, hogyha szeretnénk ezt elhelyezni, mint lehetséges, létező, vagy, vagy elképzelhető dolgot, így a, a világképünkben, akkor hol találnánk rajta fogást? Hát kezdjük a legegyszerűbbel. Ugye a kis Deni és a, a főszakács úr nyilván használtak a telepátiát, tehát össze voltak kötve tudatilag, és ez egy vitathatatlan, létező, mindenkiben alapszinten létező képesség. Ez az ESP-nek az extra percepciónak a legismertebb, legáltalánosabb megnyilvánulása. Nevezhetjük gondolatátvételnek, gondolatolvasásnak, nevezük telepátiának, úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó. De itt van egy másik dolog, azok a hallott kislányok, hogy jelentek meg az, a, az a áradó vér a liftajtók mellett? Az valamire való emlékezés, vagy túlvilágüzen, vagy konkrét kísértetek, vagy a egész szállodának a falai őrzik ezt a borzalmat? Na hát itt már elég sok megközelítés lehetséges. Kezdjük azzal, hogy nyilván a folyt a szállodának a liftjeiből tonna számra a vér. Tehát ez, ez, egy szimbolikus dolog, de a tudat le tudja fordítani a borzalmakat ilyen képekbe is, mint az álmainkba. Tehát itt közelebb járunk képi megjelenítésbe, ha az álmokat vizsgáljuk, mint az ébrenléti érzékleteket valami a falakban van. Igen, lehetséges hogy utána jönnek elő a kísértetek. Van egy olyan jelenség, ezt nem képességnek nevezném a parapszichológiában, amit úgy hívnak, hogy pszichometria. És arról szól, hogy a tárgyi környezet, vagy bizonyos tárgyak, amik kapcsolatban voltak drámai sorsokkal, eseményekkel, mondjuk így a legegyszerűbb a szempontunk szerint, most gyilkossággal, valami tragikus, borzalmas, fájdalmas, kegyetlen gyilkossággal, azok őrzik ezeket az emlékeket, még pedig olyan módon, hogy arra érzékeny emberek, ha egy, egy, tett egy jutnak, tehát mint egy lakásba, ahol borzalmas gyilkosság történt, akkor valamit nagyon-nagyon nem éreznek kósernak. Hogy konkrétan azt mondják, hogy nagyon erőszakos dolgok történtenek, a borzasztó urája van. Vagy médiumi szinten azt mondják, hogy hát itt bizony kérem megöltek egy, kettő, három, négy darab embert, egy sor az egy gyilkos. Tehát ez a készség létezik, hogy ezt hogy magyarázzuk, Hát egyelőre nincs rá magyarázat, tulajdonképpen az egész parapsziológia arról szól, hogy vannak megfigyeléseink, tényszerű, tárgyszerű megfigyeléseink, Egyezéseink, egybeeséseink, de nem ismerjük a fizikai magyarázatot. Tehát ordozhatnak helyek, tárgyak, emlékeket. Terünk vissza két kislányra, mondjuk a Gredinek, a, a régi gondoknak, a gyilkos gondoknak a megjelenésére. Ez most mi? Szellem, tehát ő meghalt, mint tudjuk, öngyilkos lett, lányait meg a feleségét felderabolta, és akkor a két halott kislány megjelenik. Tehát ez a kép, az, ez kiírthatatlan így a, a most már 20. század, 21. századi kultúrából. Most ők élnek, kislányok maradtak, fogják egymás kezét, másik pillanatban meg darabokban vannak, és minden csurom vér. Itt azon érdemes eltűnődni, hogy az idő egy relatív dolog. Tehát itt megfagy az idő, és újra meg újra elképzelhet egy visszajátszás. Tehát ez csak számunkra olyan fura, hogy Eltelt egy esemény óta több évtized, és akkor itt megjelenik egy szereplő a gyilkosság állapotában, vagy a halálának a körülményei között. Tehát én azt gondolom, hogy itt mi, mi teremtjük meg, mi vetítjük ki ezeket a képeket, de nem puszta fantáziaként, vagy halucinációként. Aztán persze ezek összemosódnak. Egyszer így, egyszer úgy belefér simán, hogy valami fantázia, de hát ezekben az esetekben hát látszik, hogy itt a valóság elevenedik meg. Tehát például mi, Denink, ezeket a lányokat konkrétan láthatta úgy is, hogy az idő alagútja nyílik meg előtte, és jelenik meg a még élő két kislány. De alig van különbség abban, hogy a, a túlvilág kapuja nyílik meg. És időtlen távolságból látja ezeket a lányokat, akik szólnak hozzá. És ugyanez lehet a helyzet ezzel a Grady-vel, a korábbi gyilkos gondokkal. Nagyon elhanyagoltak most ma engem kérdésekkel. Most csupa a csupa robot nézi, és akkor írjátok be, hogy nem vagyok robot, nekem már az is megnyugtató. Vagy egyszerűen lusták vagytok, hogy unalmas ez a film, vagy én vagyok unalmas. Na jó, térjünk vissza témához. Tehát ezeknek a szellemeknek a megjelenése, alapvetően nézőpont kérdés, hogy hogy ítéljük meg, hiszünk-e abba, hogy a tudat túléli a testi létet, vagy sem? Tehát van-e reálisnak tekintető túlvilágképünk, vagy egyszer azt mondjuk, hogy a tudat a test megszüntével szintén megszűnik? Na hát itt azért lazítanék, bár úgy gondolom, hogy ezt a műsort, ezt a műsoromat jobbára olyanok nézik, akik eleven nyitottak spirituálisan. Halálkezeli élmények nagyon-nagyon-nagyon komolyan megfontolandóvá teszik azt a képet a testehagyásokán, hogy a tudat oda van kötözve a testhez, csak vendégeskedik. A halál pillanatában a tudatunk, ami nem az agyunk szüleménye, bár nagyon komoly kapcsolatban van vele, tehát az agybirizgálása, tudatváltozást okoz, és oda-vissza ez működik. De csak ideiglenes vendég. Tehát egy testnek lának a funkciói, beleértve az agyi funkciókat. A tudat pedig hirtelen kívülről látja magát, a testét, az eseményeket, és vissza tud idézni, be tud számolni olyan dolgokról, olyan dolgokat tud említeni, amit semmiképp nem tudhatott volna, hogy mi zajlott szimultán mindeközben, amíg ő nem volt a testében. No hát azért ez, ez, ez több, mint elgondolkodtató. Na, jött egy levél, és igen, kedves ez a levél. Márti erre írja, nem vagyok robot, de ez a film durván pszichó volt. Elismerem, kaptam én már a fejemre. Ezért a filmért, akivel megnézettem. Hát igen, horror kategória. Hát ez van, gyerekek, eddig nem volt ilyen, és ígérem, több nem is lesz ebben a sorozatban. De azért fogjuk fel, hogy amiről most beszélnek, a telepátiáról, a szellemekről, a psiometriáról, vagyis a, a helyeknek az emlékezetéről, az ebben elég rendesen benne volt. S a végén meg azt eltűnődhetünk azon a fotón, hogy hogy került az 1921-es fotóra Jack Nicholson 70-es évek végén. <kül> Már most nyilván nem a valóságban, nem a film szerint. Tehát meg kell mondjam, hogy ijesztgetős film. Nagyon is. Tehát pedig olyan zenék vannak benne, hogy magyar vonatkozásúak is, Ligeti, Bartók Béla, ha hiszitek, ha nem az ő zenéjükben, pedig hatalmas álszak a magyar zeneszerzők és zeneszakértők között, amiből, ha kiveszünk egy, egy darabot, frászt kapunk tőle. Tehát ez úgy és ahogy meg volt ott szerkesztve, még egyszer mondom, úgy picit a film védelmére, ez még egy, 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 kísérleti korszak volt a 70-es években. Na, nagyon aranyos vagy, Éva. Nem vagyok robot, ezt szerintem meg is tarthatjuk ilyen kis belépőnek. Azt írja, Éva, hogy a te előadásod már, mint az enyém, jobb, mint a film. Tudtam, hogy kapok még ezért a filmért. Én ezt a filmet egyébként először mondjak, 20 éves koromban láttam, Ugye 80-ban csinálták, a rendszerváltás körül jött be hozzánk, és meg kell, hogy mondjam, hogy a 80-as években ütősebb volt, ma a 90-esek de hírséget beszélek, meggörbült a téridő, tudjátok. Magyarul, most a 2020-as, jól mondom, években igen. Mert lerágott csonta a, a vétos, az ilyen régi, ijesztgető készült thriller, akkor nem volt az. Tehát hasonlítsátok össze a Hitchcock filmekkel, nem nagy különbséggel készültek. Hitchcocknak a nagy filmjei azért jó részt a 60-as években készültek. Polanszkinak is például a, a, az Iszonyat, és vagy a Pszichó például. És akkor ez volt a módi. Tehát nem olyan gagyi ez a film, csak régi, és hozzátesz, hogy máig birizgálja az emberek fantáziáján, és itt egy hozzászólás, ha-ha-ha, remek színész Jack Nicholson. Igen, tessék, remek színész. Fura figura, mert már már azt mondhatnánk, hogy karakterszínész. Tehát van benne egy sátáni, egy ördögi, de a sármosan ördögi. Tehát játszotta ő már a farkasembert, meg a tudom én, szállak a kukfészkének, bakancslis, tehát sorolhatnám mindig arról hogy híres, hogy olyan kis felforgató, olyan fene gyerek, és egy kicsit őrült és ijesztő. Na, de nem is az a lényeg itt szerintem, hogy a, a ezt itt a módjára vizsgáljuk ezt a filmet, hanem a lehetséges olyasfajta hivatkozásait keresünk meg a sztorinak, ami tény és való. Előérzett rossz érzés. Tehát ez a rossz érzés, ami vezérelte Mr. Halloran, ugye a néger szakácsot, az, az elvitte egészen odaig, de annyira nem futotta az előérzetéből, hogy őt ott miután belép a folyosóra, uk ukmukfuk, agyonverik, szíven döfik, vagy vágják egy baltával. Tehát ilyenkor az el lehet tűrődni, hogy eddig tartott az előérzet, még egy 10 perc nem fért bele neki a jövőbe. Ez fura dolog, mert ritkán vannak képszerűen pontos előérzeteink. Ő azért ment oda, mert valami bajós érzése volt. Aláírom, nekem is voltak ilyen előérzeteim. Volt, ahol belefutottam, jó nem a baltába, egy komoly balesetbe. Tulajdonképpen majdnem ugyanaz, majdnem kitartam a majd nyakam. És jó párszor volt, hogy óvatosabb lettem egy baljós előérzet miatt, és véleményem szerint megúsztam egy-két olyan dolgot, amit nem biztos, hogy megúsztam volna enélkül. Na, lalalalap, Éva ö... azt mondja, hogy amikor ezer éve láttam, nagyon féltem. Hát igen, ugyanezt akartam mondani, vagy mondtam az imént, hogy régebben más volt az inger küszöb. mert úgy agyon van rágva a horror, meg a thriller, hogy már az ember fárfultan eszi a kis izé, csípszét a tévé előtt, miközben végtagok potyognak a képernyőn, már nem lehet hova fokozni. Tehát ezt így kell elfogadni, ezt a filmet. Na, Judit írja, és közben az idő telik, úgyhogy most írjatok, most írjatok, kérdezetek szóljatok hozzá. Negyed óra van hátra az egész műsorban. Judit írja, én sem vagyok alvó robot. Számos film szól arról, hogy azokban a házakban és kastélyokban, ahol borzalmas dolgok történtek, az ottabb beköltözők vagy hamarosan elköltöznek, vagy a legrosszabb esetben beleőrülnek abba, amiket tapasztalnak, hallanak és látnak. Ezért jó a tértisztítás. Rengeteg ilyen kérdést kaptam egy időben, én az Elixirbe írtam, 23 éven keresztül hozzáteszem, és majdnem elejétől végig volt rovatom, parapszichológus válaszol, hogy mit lehet csinálni, hogy valami szellem ott ragadt, hogy olyan borzalmas dolog történt. Ugyanezt tudtam mondani, mint most Judit ír, hogy ezek pszichés impregnációk. Van egy ilyen kifejezés is parapszichológia valami rányomta a bélyegét, de ezt a bélyeget le lehet szedni. És nem domestosszal, meg mit tudom mivel, hideg zsíroldóval, hanem konkrétan szertartásos jelleggel. Tehát ahogy az oda felkerült, van pozitív impregnáció is. Például gyertyákkal, egy kis mantrázással, imádsággal. A lényeg az, hogy megcélozni ezeket a dolgokat, és, és fényt vinni rájuk, vagy fényt vinni bele. Oh, hogy aztán ez persze meddig működik, és, és meddig honnan nem, az megint egy jó kérdés. Na tessék. Ez nagy egész éjszaka, így képzelt a keletet. Na, menjünk, haladjunk, mondom Tamásnak. Ö Magdolna írja, nagyon féltem a film alatt, de Tamás meghozta a bátorságomat. Na, ennek örülök. Ezek szerint félig nézted, meg és abbajtad, és most megnézed a másik felét. Na, Erzsébet írja, én is nagyon féltem, de a spirituális része nagyon jó, hogy Stephen King regényei mind remek témákat feszegen. Egy picit még a filmről, amit nem mindenki tud, aztán haladunk tovább. Képzeljétek el! Én szeretem Kubrick filmjeit. nem ez jellemzi, bár mondjuk a mechanikus narancs is elég durva a maga módján, de például az a 2001 össze a, amit Arthur C. clarke science fiction szerzővel együtt írtak meg, később született a könyv, mint a forgatókönyv, elképesztő, technikailag nagyon igényes. Tudom, hogy már 2023-ban élünk. Ez volt az első olyan film, moziban, moziiparban, vagy szakmában, vagy minek nevezzem, ahol olyan kamerát használtak, ami mozgó kamera volt, de kiegyensúlyozás gyroszkóppal úgy lehetett vele közlekedni, mint korábban csak a sínen futó kocsikra szerelt kamerákkal. Tehát egy csomó újítás is jellemzi ezt a filmet, a másik viszont, hogy nem könnyű emberne a, a, a Kubrick. most nem is tudom, hogy élem még. Ö ennek a filmnek a jeleneteit, ami 40-szer újra vette, valami nem tetszett neki, és még valami, hogy a vendít, ezt a szegény csajt nekem valami rokon szenves, ugye a filmben a Jacknek a felesége, halára szekírozta. <laughs> ami nem szép dolog, <laughs> viszont állítólag a végén már a sikoltozásai, meg a eszelős nézése már nem csak annak szólt, hogy ez a szerepe, hanem már ki volt csinálva idegileg. Hát lehet, hogy így lett ilyen tökéletes az alakítás. Hát jó pár dolog van, ami ebben a filmben érdekes vonatkozásokkal bír, és egy utolsót. E, azt mondják, azt beszélik, hogy ez a film tele van néma utalásokkal. Hogy ez az egész arról szól, de hát akkor olvashatok utána, tele van vele a, a, a Google, hogy az indián holokausztal meg nem békélt amerikaiaknak egy sereg tudatalatti emlékeztető ebben a szállóban csupa amerikai nőslakos motívumban nevek rejtenek benne utalásokat. És hogy ez az egész... Ja, az elején elejtik csak úgy, hogy itt azelőtt egy indián temető állt, gondolj csak vissza a kedvencek temetőjére, már megborzong az ember. Tehát, hogy ennek van egy sokkal mélyebb mondani valója, mint ami ebből lejön. Hát persze, ha ezt ilyen hosszan kell magyarázni, akkor lehet, hogy nem volt elég egyértelmű az a mondani való, vagy nagyon vágyfülűnek kell lenni, vagy wide szeműnek költői képzavarral fogalmazza, hogy az ember megérezze, de valakit izgat ez a film. Igen, olvasom utána. Éva írja, Stephen King egyáltalán volt elégedett. Így van Kubrick filmével. Ö, ahogy az elején említettem, Kubrick messze eltávolodott egy csomó részletben, és akkor most nézzük, mit ír még Éva. A filmben Jack készülő könyv valójában csak egyetlen mondatot tartalmaz. Ö, igen, amit említettem, csak munka, semmi, móka, Jack unatkozik. És hogy ide-oda mást használt a fordításokban nagyobb országok számára, ez érdekes. Olaszul például, aki korán kell, aranyat nyel, nyel, bocsánat, hülye vagyok, lel, német változatban például, amit ma megtesznek, azt holnapra, többit most nem látom, de látom, Azért, mert korán felkezd, meg nem fog hamarabb pirkadni, jobban egy veréb, mint holnap egy tuzok. Hát tudjátok, ez érdekes. Ez azért elég érdekes, hogy most egy jubliknak volt ebbe benne a keze, és most így felszaporodtak a kérdések. Hadd guruljunk vissza, valamire nem válaszoltam. Picit partogok jobbra balra, de mondom, egy kicsit olyan, olyan indián hallucinációk gyötörnek a kivagatlanság miatt. Tehát erre írta újra, igen, először nem értettem a kb. 25 éve, csak simán rettegtem. De most, lá, most megint látni kis elavult, viszont az emlék, mint az akkori érzet hozzá, ez megmaradt. Durva volt azóta a farkas ember filmje, óta bírom őt, nagyon köszönöm a filmet újra. Durva a film, szósa róla, oda csap, oszt, aztán a többiről meg, meg kis ilyen beszéltünk. Na, akkor guruljunk tovább, Évának elolvastuk a hivatkozását, hogy Stephen Kingi sejtős és húcsai életszemléletű, miszerint hallevesből nem lehet akarni ott csinálni, ez is igaz, se volt tojást. Jó. Uh, Anikó írja. Én is láttam valamikor régen ezt a filmet, de akkor még nem ezen szerint, a szempontok szerint vizsgáltam, amit most felvetettél. Most kedvet kaptam az, hogy újra nézzem. Hát rajta. Uh, ez volt Anikó hozzászólása, és most Éva jön. Jack Torrance a film végén megfagyott, mintha ő is belefagyott volna az időbe valahogy. Ez is szimbolikus. Igen, és ezt is hangsúlyozzák a nagyműveltségű esztéták tanult szakértői a témának. Maka ez a belefagyás is, hiszen belefagyott ő már 1921-ben, és nem feltétlenül... Inkarnációt kell képzelnünk a szereplő és a, a abszurd régi kép közé, hanem ahogy mondta ez a Mr. Brady, hogy mindig is maga volt a gondok, vagy talán Lloyd pincér, maga a gondok, maga volt mindig is, tehát el lehet filozni rajta, mert van benne tartalom, hogy hogy tudunk ebből kigombolítani, Metafizikailag, egy kicsit így a térve és az időben belenézve, mélyebb jelentéseket. No hát 6 percünk van, és egyelőre egy utolsó kérdést látok itt, pedig én is most kezdek belejönni, mert azon tűnt, hogy lemondom a mai napot, már már a vidadonságon aludtam sokat, töröm a magyar is sejtett, ott már nálam nagy baj van. De most valamiért felvillanyozott ez a téma. Tíme, írjam. Sziasztok, én már régen láttam a filmet, a részletekre annyira nem emlékszem, de a történet megvan még. Mit gondolsz, Tamás, létezhet -e ilyen a valóságban? Ilyen szintű megszállás, vagy hogy a negatív energiák ilyen szinten hatnak? Milyen magyarázata lehetne annak, hogyha mondjuk hallanánk ténylegesen egy ilyen esetről? Előbb itt a kérdés-válaszok között is szó esett hasonlóról, hogy leírások szerint, vagy legendák szerint, hát ezt ilyenkor nagyon nehéz eldönteni, vannak, akik beleőrülnek. Hát most lehet, hogy nem látványosan őrül meg valaki, de most képzeljetek el az abszurdum egy olyan esetet, hogy egy házban, lakásban történt egy fertelmes gyilkosság. Tehát nem a halálrettentő hanem az iszonyata, az agressziója, a félelme a minden egy-egy gyilkosságnak. És ezt a házat szépen kifesték, nyilván elviszik a halottakat, újra mázolják, és kiadják, vagy eladják. És aki beköltözik, és lehet, hogy makával cipel valamiféle bajos érzetet, amit nem tud hova tenni. Én nem azt mondom, hogy megőrül és láncfűrésszel szaladgál az utcán és továbbadja, nesze sántapóp jeligére a félelmeit meg a agressziót, de Isten tudja, hányan vagyunk úgy, mint a vízerek, úgy képzeljétek el, hogy vagyunk olyan helyeken, vannak olyan vonatkozásai az életünknek, amire hatnak ilyesfajta múltbeli presszúrák. Most ez fordítva is igaz lehet, nem ijeszkedhetni akarok senkit, tehát vannak szent helyek, vannak derűs helyek, vannak feltöltött helyek. A megszállás, ez megint egy érdekes kérdés. A leggyakoribb volt az elixíres korszakomban a megszállásokkal kapcsolatos kérdezgetés felém, hogy lehet-e, hogy rám telepedett valami negatív entitás. Lehetni lehet, csak hát azt mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy rádió. Gyakorlatilag minden sávra, minden hullámosra nyitottak. Az elménk egy nyitott rendszer, a pszichénk. De attól vagyunk emberek és szubjektumok és személyiségek és identitások, mert képesek vagyunk megtartani azt a sávot, amik mi vagyunk és amik el kell, hogy érjenek, és ki tudjuk rekeszteni azokat, amik nem kell, hogy elérjenek. Tehát általában ott támadnak ezek a dolgok, ahol rés van a páncélizaton vagy a pajzson. Én legtöbbször azt javasoltam, ha valakinek a problémái vannak, nyilván nem az, hogy sorozatgyilkossá válik, az ilyenről így nem tudunk, lehet, hogy van ilyen, vagy köze van hozzá, de nem ismert. Az tegye meg, hogy rendet tesz saját magába, és, és, egy leromlott immunrendszerű embert, tiktak, minden influenza, minden nátha, minden megtalál, minden vírus. Többieket is megtalálja, csak ők nem lesznek betegek. Tehát az immunrendszer ebben az esetben analóg azzal, mint egy lelki egészség, egy, egy belső tartás, egy, egy biztonsági érzet, egy, egy védelem. Na, drága barátaim, nagyon köszönöm, hogy így felpesdült az élet a végére, és a maradék pár percben én újfent szeretném nektek mondani, hogy nagyon izgalmas dolgok következnek a legközelebbi, az jövő hét szombaton lesz február 4-én, ami már ugye itt van. Dobolunk, dobolunk, jó szellemeket idézünk, erőt, energiát, a dobban a szív című sorozatunkban, ez aztán nem online. A Moha Bistróban nézzetek utána valaki izgat, nagyon remélem, hogy a linkje is megjelenik. Mint egy éve, másfél-két havonta, most is csinálunk egy évadnyitót, aztán amit folytatjuk mindig van vendégünk utóbbi időktől. Most Keresztes Barna, gitáros dalszerző énekes lesz a vendégünk. Szellemhajózunk, erőket hívunk meg, tisztító, gyógyító, békítő erőket, erőállatot keresünk, ilyen komolyakat, mint ez a kismaciott a liliumok között. Tehát nem egy-egy ilyen víresen komoly dologra gondoljatok, komoly ez, de derűs és emberi és jó leső, és úgy átgyúr, mint egy masszás, csak itt a ritmusok és az energiák gyúrnak át. Másik dolog, haladok sorra, működik, működik az alfa modulunk, miután ez egy totál online dolog, eltekintve egy-két személyes találkozótól, bármikor be lehet csatlakozni, bármikor vissza lehet nézni, nem lehet lekésni róla, valaki tizgat, csak vessen rá egy tekintetet, ott a tablóra, pedig az a eleve válogatás, klikkeljen rá, nézze meg, várunk szeretettel, arról van szó, hogy, hogy tudunk kimászni abból a dologból, amiben nyakig benne vagyunk, vagy miért nem kell belefulladni abba. Népiesen fogalmazok. Na, és a végül, de nem utolsó sorban, Lár András barátommal van egy sorozatunk, új évadot kezdünk, ez a paranormális, hogy pontosan egy paranormális, értitek, ismeritek, viszont a téma nagyon is komoly, sámánizmus és a buddhizmus gyógyító erői, zenés beszélgetés, dobolok, éneklek, András is gitározik, fuvolázik, énekel, sippal, dobbal, teremtő derűvel, személyesen is ész lehet venni, ez nagyon hamar itt lesz, ez is jövőheti, hogyha jól számolom, nem, egy nagy fenét, egy hónap múlva, ezzel együtt biztatlak titeket, hogyha személyesen akartok részt venni, akkor jelentkezzetek, mert a befogadó képesség az korlátozott, és onnantól online lehet részt venni. No, csak kivágtam magamat ebből a náthás fuldoklós valamiből, és előre egy picit csúgok nektek, jövő héten nem, mert egy lelkes összegzést hallhattok, ott aztán az előző tíz rész témáiba bárhol bele tudtok kérdezni, de ha valakinek ismerős az a film, hogy a mágus, például, vagy például hülye címe van, de ez a címe magyarul legalábbis, hogy a gyilkos médium, red tudom én, mi a címe, mindegy, egy gyilkos médium, akkor ez biztosan tudja, hogy nagyon is idevágó médiumitásról, mágiáról, parapszichológiáról, 1900-es évek elejéről, 1900-es évek végéről olyan filmek, amin tényleg van mit tűnődni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok. Drukkoljatok, hát tudok aludni ma este, igazán nem kerül semmi, egy kis drukkolás, és találkozunk akkor egy hét múlva, szerdán 19.30-kor, itt a Szellemkép című műsoromban. No hát akkor jó éjszakát és szép álmokat ezután a film után, csak ennyit kívánatok. Itt van, Johnny! Sziasztok!